érinteni. Itt már elhangzott, hogy egy új típusú javaslatról van szó, egy rendkívül friss javaslatról van szó, ami az Európai Unióban eddig még nem került elő. Azt gondolom, hogy én egyébként nagyon sokszor már csalódott voltam, hogy mikor kerül ez a bizonyos javaslat a parlament elé. Most örömet kell kifejezni a tekintetben, hogy a javaslat ide került a parlament elé, és ilyen formába került a parlament elé, ahogy most bekerült. Én rendkívül fontosnak érzem, és rendkívül fontosnak tartom azt, hogy az én megközelítésem szerint, hiszen itt alapvetően arról szól a történet, hogy az állam bizonyos neki járó bevételekről, a társági adó egy részéről lemond, sportegyesületek, sportvállalkozások számára. Tehát kvázi közpénzből történik sportegyesületek, sportvállalkozások finanszírozása. Ha ezt a nézőpontot, vagy ezt a szempontot teszem magamévá, és szerintem ez a helyes megközelítés, és ez a helyes álláspont, akkor ebben a törvényjavaslatban benne van mindaz 98%-ban, aminek benne kell lennie. Egyetlen egy dologra várunk, a hivatásos vagy profi sportszervezetek infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos Európai Uniós döntésre. És ha ez megszületik, az én véleményem szerint egy 100%-os sportfinanszási törvényjavaslatot vagy törvényt tud a parlament majd elfogadni. Tehát véleményem szerint jobb lett, mint a korábbi javaslat. Jobb lett, mert nem csak az első és a másodosztályban, tehát a Nemzeti Bajnokság első és másodosztályban szereplő csapatokat próbálja előtérbe helyezni, hanem próbálja favorizálni. Lehetőség van kis csapatok, kis falusi csapatok támogatására, akár az utánpótlás nevelés, akár az infrastruktúra fejlesztés tekintetében. Hozzám a Balatonfüredi polgársági hivatalban minden évben bejön egy nagyon kedves balatonakali úriember. És minden évben megkérdezi, hogy mondja meg képviselő úr, polgármester úr, mikor lesz végre Balatonakaliban egy normális öltöző? Mikor tudunk egy normális öltözőt építeni? És én mindig azt mondtam, hogy hát várjunk. Várjunk. És ha ez a törvény július 1-jével hatályba lép, akkor Balatonakalinak nem kell tovább várnia, hogy milyen módon tudja megépíteni a hőn áhított és hőn vágyott beruházást, öltöző felújítást, és nagyon sok kis csapat majd ezzel lesz, még akkor is, hogyha 2 forint támogatáshoz 1 forint önrészt valamilyen módon hozzá kell tennie. Jobb lett szerintem ez a javaslat, mert főleg az utánpótlás nevelésre, az utánpótlás képzésre koncentrál. És jobb lett ez a javaslat, mert főleg a sport alapinfrastruktúráját fogja megteremteni a fejlesztések, a felújítások, a tárgyi eszközbeszerzések kapcsán. Jobb lett ez a javaslat, mert támogatható elemként megjelent benne a képzés, az általános képzés és a speciális szakképzés. Jobb lett ez a javaslat az én véleményem szerint, mert új támogatható körök jelentek meg, szervezetek jelentek meg a korábbi javaslathoz képest. Többen elmondták már, hogy ennek a finanszírozásnak, ennek a támogatási rendszernek lesz egyéb gazdasági hatása is, hiszen az infrastruktúrális fejlesztések révén ez is elmondásra került, az építőipar az én véleményem szerint nagyon komoly megrendeléseket tud szerezni. Szerintem még ebben az évben, hogyha mindenki gyorsan, megfelelő módon, szakszerűen és pontosan teszi a dolgát. Támogatói oldalról én azt gondolom, hogy jelentős támogatásról beszélhetünk. Ez is elhangzott, hogy 2 oldalról van kedvezményezettség. Az egyik az, hogy a támogató szervezet költségként el tudja számolni azt a pénzt, amit támogatásként ad. A másik pedig az, hogy a társaság adója 70%-a erejéig visszaigényelheti az adót. Teljesen leegyszerűsítve ezt a képletet, jobban jár az, aki ad, mint az, aki nem ad. Nem kell túl bonyolult matematikai műveleteket elvégezni, de jobban, tehát a támogató jobban jár akkor, hogyha ad, mint hogyha nem ad. Ebből következik, hogy szerintem szintén egy pozitív irányú elmozdulás van ebben a javaslatban a korábbihoz képest, még szerint az, hogy az ellenőrzés, a támogató igazolások kiadása nem a támogatott szervezethez kötődik,
ami szerintem egy komoly hibája volt a korábbi javaslatnak, hanem az állam magánál tartotta. A sportigazgatási szervezeten keresztül fog megtörténni ennek az egész rendszernek az ellenőrzése, hogy a visszaéléseket minél inkább meg tudjuk akadályozni. Nagyon sok esetben látjuk, főleg akkor, amikor a támogató abban érdekelt, hogy adjon, mint hogy ne adjon, és nyilván lehetett ebből már hallani, mit adsz vissza, hogyha én adok. Ezt meg kell akadályoznunk, mert szerintem egy nagyon jó rendszer fog zsákutcába kerülni. Valamennyiünk érdeke, hogy brutálisan megakadályozunk és lecsapjunk mindenfajta ügyeskedőre, és mindenfajta olyan sanda szándékra, amely ezt a nemes célt bármilyen módon csorbítani kívánja. Rendkívül fontosnak tartom tehát, hogy a kormányrendelet, amely végrehajtási rendelete lesz ennek a törvénynek, az kellően precíz, szigorú és körülhatárolt legyen. Minden közvetett és közvetlen visszajuttatást maximálisan ellenőriznie és kontrollálnia kell, mert ebben az esetben ez a javaslat ez rossz sorsra is juthat, ez pedig szerintem nem érdekünk. De a hatékony és a szigorú ellenőrzés mellett rendkívül fontos az, hogy nagyon gyors legyen ez a sportszakigazgatási szerv. Mert amikor július 1-én hatályba lép ez a törvény, és azokon a jogcímeken majd támogatást lehet igényelni, ami jogcímeket felsorolt mind az előterjesztő, mind az államtitkár úr, mind pedig ami a javaslatban bent van, több ezres nagyságrendben fognak koncepciók, és több ezres nagyságrendben fognak támogatási igazolás kiadására vonatkozó kérelmek beérkezni. Ezeket rendkívül profi módon kell elintézni, és nagy számban kell elintézni, tehát a jogi, a sportszakmai, a közgazdasági és a műszaki ismeretek elengedhetetlenek. Rendkívül fontos valamennyiünk számára, hogy ez a sportigazgatási szerv maximálisan tudjon fölkészülni azokra a feladatokra, amit ez a törvény, illetőleg majd a végrehajtási rendelet rá fog testálni. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy a kormányrendelet, mint végrehajtási rendelet, az mielőbb megszülessen. Az előkészítés, mint ahogy szó volt erről, párhuzamosan folyik ezen törvényjavaslat tekintetében, de nagyon fontos az, hogy a július 1-től hatályos a törvény, akkor július 1-től már hatályos legyen az a kormányrendelet, ami lényegében a részletszabályokat fogja meghatározni, mert szintén csak fél sikert fogunk elérni, hogyha ez nem így lesz. Elmondtuk már, hogy fontosnak érzem azt, hogy tisztulni fog a sportfinanszírozásnak a személyi juttatásoknak véleményem szerint a rendszere. Korábban már az állam, én azt gondolom, hogy az ECHO kiterjesztésével egy jelentős dolgot adott a sport területén működők személyi juttatása kapcsán. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a már hivatkozott többcsatornás finanszírozást mielőbb a magyar sportban meg kell szüntetni. Mit várok én a 2011. július 1-i hatályba lépéssel? Persze akkor, hogyha a kormányrendelet maximálisan be fogja tartani ennek a törvénynek a szellemiségét, és maximálisan olyan szabályokat fog meghatározni, amely mind a kiskapukat bezárja, mind pedig az eljárás gyorsítása irányába mutat, akkor az utánpótlás Magyarországon többé már nem a maradvány elv szerint fog működni. Nem azért van egy első, másod vagy harmadosztályú csapatnak utánpótlás csapata vagy utánpótlás csapatai, mert kötelező indítani. Hanem azért van, mert valós érdeke, hogy legyen, és ezt a finanszírozás is maximálisan támogatja. Ezt követően az utánpótlásban foglalkoztatottak a megfelelő szintre kerülnek anyagi és erkölcsi elismertetés tekintetében. Tömegével fognak az én véleményem szerint, és szerintem itt már az utánpótlás nevelésen túlmutat ez a javaslat, tömegével fognak emberek, szakmailag jó felkészült emberek, fiatalokkal és gyerekekkel foglalkozni. Mert ez az érdekük. Mert ez lesz a szakmájuk, és ebből fognak jövedelmet kapni. A befizetett vagy a támogatásként adott társasági adó tekintetében. Én azt gondolom, hogy tömegével fognak a sport alapinfrastruktúráját képező tárgyi létesítmények megvalósulni.
Tisztelt képviselőtársaim, fogadjuk el ezt a törvényjavaslatot. Nyilván a módosítások tekintetében abszolút nyitott az előterjesztő, de szerintem ez egy nagyszabású, nagyvolumenű és nagyon jó irányt mutató törvényjavaslat, és ezt elfogadjuk. Én rendkívül büszke leszek arra, hogy annak a parlamentnek a tagja lehettem, ami ezt elfogadta, mert ez egy jelentős irányú változás. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr! 2 perces felszólások következnek. Elsőként megadom a szót Kukor Eleendre képviselő úrnak, LMP. Köszönöm a szót. Itt elhangzott 2 számomra egyébként nagyon szívhez szóló példa, ez a Máté Szalka és Balaton Akari amatőr futball csapatai. Tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezeket imádom, és fontos szerepük van. De kérdezem én, most Bóka képviselőtársamat, aki nem figyel ide, hogy vajon hogyan lesz ebből a bizonyos 9%-ból, tehát hogy a lakosság, a magyar lakosság 91%-a ezek szerint nem mozog, egy kicsivel is jobb helyzet, hogyha mondjuk a Balaton-Akali futballpályának az öltözőjét megcsinálják, vagy megcsináltatják ebből a pénzből, és ott mondjuk, mit tudom én, a Siófok kiöregedett futballistái játszanak amatőr meccseket. Mitől lesz jobb a helyzet az országban? A tekintetben, hogy a magyarok egész egyszerűen meg sem mozdulnak, nem mozognak. Az, hogy kijönnek vasárnap a templomból az emberek, az asszonyok hazamennek főzni, és a férfiak elmennek megnézni meccset, ez rendkívül hangulatos dolog, de hogyha nézik a meccset, akkor attól még ők nem fociznak. Ha én leköltöznék Balaton-Akariba, és föl akarnék menni arra a futballpályára, nem engednének föl. Jó, lehet, hogy éppen Akariba felengednének, de ez teljesen véletlenszerű. Máté Szalkán szerintem az MTK pályájára nem engednének föl, vagy legalább én nem tudom, mit kellene csinálni, hogy oda felengedjenek. Szóval itt alapvető problémák vannak, és szerintem egy kicsit elbeszélünk egymás mellett, mert az lenne szerintem az igazi megoldás, hogyha sokkal több hangsúly esne erre a bizonyos szabadidős sportra, és sokkal kevesebb, legalábbis arányát tekintve a profi sportra, amelynek egyébként nagy híve vagyok magam is. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszólalásra megadom a szót Lenhardt Balázs képviselő úrnak, Jobbik. Önnél a szó, képviselő úr. Egy hosszasan vitatkozhatunk itt az utánpótlás nevelés és a versenysport közötti primátusnak a fontosságáról, de én azt hiszem, hogy önök se kételkednek, sőt, el is hangoztak ilyen vélemények, hogy mekkora lelki tartás, mekkora örömérzetet tud adni egy olyan közösen kiharcolt nemzeti siker, amit magunkénak érzünk mi magyarok. Itt ül a körünkbe Cena Attila, én azt hiszem, hogy sokan emlékeznek, ahogy 1996 Atlantában a surranó pályáról, ugye az olimpiai aranyat megnyerte, és ez mekkora élmény volt mindnyájunknak, úgyhogy ezúttal is hogy gratuláljak neki. De egy óriási élményt adott. Hagy vessen föl azoknak, akik most csak az utánpótlást igyekeznek a kormánypárti képviselők között hangsúlyozni, hogy mennyire érdekes, hogy mint az Európai Unió ebbe a kérdésbe beleavatkozik ilyen módon, és ugye ebbe a de minimis szabály alá akarja sorolni ezt az állami támogatást. De vajon azon elgondolkoztak-e, hogy miért van az, hogy a multinacionális vállalatoknak adott különböző kedvezményekkel sosincs probléma az Európai Unióba se? Nyugodtan lehet adni a Mercedesnek 26 milliárdot, vagy bármelyik ide szándékozni telepedő multinak gyakorlatilag olyan adókedvezményt, amit az ország nem szégyel. Úgyhogy én ezt kérném megfontolni, hogy vajon az minden esetben ennyivel sokkal fontosabb, mint egy az egész ország lelkületét nagyon meghatározó és nagyon pozitív érzésekkel átitató sportsiker. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszólalásra megadom a szót Fülöp István képviselő úrnak. Öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Kuka Helli Endre képviselőtársam megszólított, ezért érzem
indítatva magam, hogy reflektáljak. Ellentétben állította az amatőr sportot és a tömegsportot, nincs semmi ellentét. Lehet, hogy 50 évesen már nehéz az amatőr sporthoz csatlakozni, de jelesű Máté Szalkán a sportpályára akár 50 évesen is le lehet menni. Olyannyira, hogy családok járnak a sportpályán, sportpályára is sportolnak, játszóteret is építettünk a sportpálya területére, tehát igyekszünk a tömegsport irányába is nyitni. Arról nem beszélve, hogy a kiemelt sportágaink közül a 7 szakosztályban van női kézilabda, férfi kézilabda, futball, természetesen más sportágok is vannak, de azok ugye most jelenleg nem tartoznak a kiemelt sportágokhoz, de itt toborozzuk a gyermekeket, és ez a törvény elősegíti azt, hogy ezek a gyermekek, akiket mi toborzunk, azok nagyobb számba jelentkezzenek. Jelesül a futballcsapatunkban 7 futballcsapat van, van a nagy, van a ifi, és ezen kívül 5 utánpótlás. Tehát U7, U9, és itt bárki, bármelyik iskolából, a környező falvakból is, és Máté Szalkáról is jelentkezhetnek. Tehát itt egy picit egybe cseng az, hogy utánpótlás, illetve tömegsport és amatőrsport. Tehát nincs itt semmiféle ellentmondás is ez a törvény. A gyerekek sportolási igényeit igyekszik majd a jövőben még jobban kielégíteni. Picit, mintha lekicsinyelte volna képviselőtársam a 3200 önkormányzatot, amely zömében futballcsapatok, sportegyesületek léteznek, és a mindennapjaikért küzdenek, és szeretnének a jövőben is sporttal foglalkozni. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Normál időkeretben kért szót Pál Béla képviselő úr, az MSZP képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Lehet, hogy furcsa, de én örömmel fogadom ezt a törvényjavaslatot, akkor is, hogyha az előbb általam ismertetett okok miatt tartózkodtunk az általános vitára való alkalmasságnál. Mégis, amikor áttanulmányoztam, akkor vegyes érzéseim támadtak. Egyrészt az öröm, másrészt egyfajta bizonytalanság. Miért örültem? Azért örültem, mert természetesen, mint a Sport és Turisztikai Bizottság tagja, örülök minden olyan forintnak, amely a sport vagy éppen a turizmus területén hasznosul, és rendkívül örülök annak, hogy ez, hogy többet tud fordítani a kormány sportra, ez azt jelzi, hogy nem örököltek olyan sanyarú helyzetet, mint ahogy egyébként hozzászólásaikban elmondják, a papagáj kommandó mintájára, amikor minden hozzászólás azzal kezdődik, hogy az elmúlt 8 év sanyargattatásai és milyen tragikus helyzetet örököltek, mert ha ez így lenne, akkor nem lenne 12,5 milliárd forint a Debreceni stadionra, nem lehetne 600 milliárd forint az 1%-os jövedelemadóra, 500 milliárd forint a MOR-ra, 1 milliárd forint a fogturizmus marketingére, tehát valószínű nem örököltek olyan rossz helyzetet, és örülök neki, hogy most is újabb adókedvezményeket tehetnek a sport érdekében. Nem az ellenzéki savanyú a szőlő mentalitása mondatja velem azonban hozzászólásomnak azon részeit, amelyet hiányolok a törvényből, és amelyre szeretnék kitérni, hanem inkább az a fajta jó szándék, amelyen én azt szeretném, hogy Bóka István képviselőtársam még a jelenleginél is büszkébb lehessen, nem csak az elmúlt 8 év balatonfüredi fejlesztéseire, hanem a közösen megalkotott sporttámogatási rendszerről szóló törvényre, amely nem csak a kiemelt látványsportágaknak, kedves egészségére, köszönöm szépen, nem csak a kiemelt látványsportágaknak nyújt lehetőséget, az élménysportágaknak, ahogy Kukorél Endre képviselőtársam az előbb mondta, hanem szélesebb körbe is megadja ezt a lehetőséget a magyar sport számára. Én azt gondolom, hogy tavaly, amikor bekerült elénk ez a törvényjavaslat, sokan bíztunk abban, én még azt se tartom igazán lényegesnek, hogy azért terjesztették be akkor, mert az önkormányzati választás előtt voltunk. Én a jó szándékot feltételezem, biztos ennek is szerepe volt, de annak is szerepe volt, hogy mielőbb felálljon ez a támogatási rendszer, és igénybe tudják venni az érintettek.
Az tény és való, hogy azért csendesen megkérdezném, hogy nem lett volna célszerűbb előtte egyeztetni az Unióval, és nem utána októberben elkezdeni ezt az egész folyamatot, és mostanára derült ki, hogy mi az, amit nem fogadnak el, és mi az, amire még most is várunk. Talán egy körültekintőbb előkészítéssel meg lehetett volna tenni, és így nem keltődik indokolatlan várakozás mindazokban, akik ennek a támogatási rendszernek a kedvezményezettjei. Na mindegy, ezen már túl vagyunk, örüljünk a jelenlegi javaslatnak, és ebben én is nagyon fontosnak tartom, hogy változtak olyan területek, amelyek a korábbiban nem itt szerepeltek, mert pozitívnak tartom azt, hogy komoly ellenőrzési mechanizmusok és garanciák épülnek be a rendszerbe, ez tényleg pozitív. Azt is pozitívnak tartom, hogy első lépésként maguknak a sportszervezeteknek is fejlesztési programot kell kidolgozniuk, és még attól sem idegenkedem nagyon, hogy ezt majd egy központi szervezet bírálja el, ebben a tekintetben nyilván a fő ellenőrző lesz, de csak akkor, hogyha ez a központi szervezet mondjuk a szakági szövetségeknek vagy a szakmának is legalább valami lehetőséget biztosít majd ahhoz, hogy ezt véleményezze, és itt azért a centrális irányítás ne menjen a helyi fejlesztések, a helyi igénybevévők rovására, hiszen mindenképpen kiemelkedő szerepe lesz majd a támogatások felhasználhatóságában, odaítélésében. Arra vigyázni kell, hogy mivel ez centralizáltan egy állami szervezeten keresztül zajlik, ez ne egy olyan fajta központosítás legyen, amelyet teherként élnek meg majd a klubok, hanem inkább az átláthatóságot és az adott célra való felhasználás garanciáját teremtse meg. Ahogy ez várható volt, a jelenlegi törvényjavaslatban már nem szerepel a kitétel, hogy a profi klubok a játékosok fizetésére is fordíthatják az összeget, ezt mi annak idején is aggályosnak tartottuk. Az viszont nagyon pozitív, hogy a profi sportvállalkozások utánpótlás nevelési feladatokat, biztonsági célú infrastruktúra fejlesztéseket, továbbá képzési programokat is finanszírozhatnak bizonyos mértékig a támogatásból, és én magam azt is nagyon pozitívnak tartom, nagyon jónak tartom, hogy kibővült a kedvezményezetti kör, hiszen a sportági szakszövetségeken kívül amatőr egyesületek, közhasznú alapítványok, akadémiák is igénybe vehetik ezt a támogatást. Ugyanakkor persze ez az egyik szem sír a másik nevet állapot, mert azért viszont lehet egy kicsit sajnálkozni, hogy a projekteket nem lehet teljes mértékben ezekből a forrásokból finanszírozni, hanem bizonyos önerő is kell ahhoz, hogy felhasználhatóvá váljanak. Azért nem tartom ezt örömteli dolognak, mert főleg a kisebbek esetében nagyon nehéz lesz ennek az önerőnek a megteremtése. No, de ne legyünk elhetetlenek, bizonyára így is sokaknak nagy lehetőséget jelent majd az önerő megteremtése után ez a támogatás, és bízunk abban, hogy lesznek olyan találékonyak, hogy meg is találják majd az önerő előteremtésének feladatait. Én is osztom azt a reményt, hogy július 1-től életbe lép a törvény. Azt ugyan még nem tudjuk, hogy az Európai Unió bizottsági jóváhagyáshoz, tehát az Európai Unió jóváhagyásához köthetően megteremthetők-e azok a feltételek, amelyek a profi klubok személyi jellegű költségeinek támogatását, a beruházási költségek támogathatóságát, vagy például az infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó illetékkedvezményt jelentik majd. De azt én fontosnak tartom, hogy azok az elemek, amelyek a bizottsági eljárástól függetlenül életbe léptethetők, itt például az utánpótlás nevelés támogatása, a szövetségek, hivatásos és amatőrklubok, valamint az utánpótlás neveléssel foglalkozó közhasznú alapítványok, akadémiák esetén ez életbe léptethető, a tárgyi eszközberuházás felújítás, ideértve az ingatlan fejlesztés és a szövetségek, az amatőr sportklubok és a közhasznú alapítványok, akadémiák esetén szintén életbe léptethető, és hát a személy jellegű kiadások támogatása, a sportköztestület, a MOB, a szövetségek, az amatőrklubok és az utánpótlás neveléssel foglalkozó közhasznú alapítványok, akadémiák esetén is szintén az a kör, amely életbe léphet július 1-től. Mégis mi az, amit ki akartunk fejezni a tartózkodásunkkal? Azt a gondolatkört szerettük volna kifejezni, amelyet Kukan Endre képviselőtársam
az előbb egy kis irodalmi műremekbe, egy losszába szinte, nem is parlamenti hozzászólásban megfogalmazott, azt a tényt, hogy igen, ha elfogadjuk azt, amit Réthei Miklós miniszter úr éppen délelőtt mondott a bizottsági meghallgatáson, és én messze menően elfogadom, amely úgy szólt, hogy a sport az az egyetemes kultúra része, és persze ez a gondolat azért úgy folytatódik, amit mondott Hatházi Sándor képviselőtársam is, és mások is, hogy mindannyiunknak alapérdeke, hogy minél többen vegyenek részt a sportban, és teremtsük meg ezt a lehetőséget, mert hogyha nincsen széleskörű tömegsport, hogyha nem tudjuk növelni a tömegsportban, szabadidősportban résztvevők számát, akkor nem lesz eredményes versenysport sem, akkor emelhetünk ki élmény látványsportágakat, de bizony nem lesz az a megfelelő utánpótlás nevelés, amire pedig joggal igényt tartanak. Itt tehát mi azt mondjuk, hogy legalább ekkora figyelmet és ekkora összegeket fordítanánk a tömegsport fejlesztésére is, mert különben nem lesz az összekötő kapocs, az a felmenő rendszer, amely biztosítja majd a versenysport utánpótlását. No és persze azt is el kell mondani, hogy a látványsportok körét mi kibővítenénk az olimpiai sportágakkal, csak azért nem sorolom fel, hogy mely olimpiai sportágakkal, módosító indítványunkban ezt jelezzük természetesen, mert nem akarok senkit sem megsérteni, egyetlen sportág képviselőjét sem, ha véletlenül kimaradna ebből a felsorolásból, de ezt mindenképpen szélesíteném ezt a kört, jobban célhoz érne ez a támogatás, mert jelenlegi formájában nagyon könnyen előfordulhat az, hogy olyan versenyelőnyt biztosít az 5 kiemelt sportágnak, amit majd soha nem lehet behozni a többieknek, óriási versenyhátrányba kerülnek. Én ebben azt gondolom, hogy megpróbálkoznék azzal, hogy az olimpiai sportágakra is mindenképpen kiterjeszteném. No és persze az elmúlt időszakban én jó szándékúnak fogom fel, nagyon sokféle kezdeményezést, sporttörvénymódosítási javaslatot, most már a második sporttámogatási rendszerre vonatkozó javaslatot kaptuk készhez. Azért fogom fel jó szándékúként, mert természetes a törekvés, hogy minél előbb életbe lépjenek ezek a rendelkezések. Ugyanakkor talán jobb lenne az előterjesztőknek is, hogyha nem ilyen darabonként képviselő kezdeményezésre, nem megbántva képviselő társaimat, nyújtanák be ezeket, hanem egy összefüggő, koherens sporttörvénymódosítással és egy összefüggő, koherens adó- és járuléktörvény módosítással, mert sokkal könnyebb dolguk lenne az előterjesztőknek is, könnyebb lenne a kormánynak is a dolga, hogy adó- és költségvetési politikával összhangban álló koherens támogatási rendszer teremtődjön meg. No és persze miért ezt mondja egy ellenzéki képviselő? Azért, mert én nem azt az utat akarom követni, és nem azt az utat akarjuk követni, amit önök gyakran az elmúlt 8 évben folytattak, hogy mindent görcsösen ellenezni, és mindent visszautasítani, mert nem csak kormánypárton, hanem ellenzékben is fontosnak tartom azt, hogy ha szakterületemben tevékenykedő szervezetek, intézmények, vállalkozások nagyobb lehetőséget kapnak, és ez a sport támogatásáról szóló törvényjavaslat ezt bár egy szűkebb kedvezményezetti kör számára, de kár tagadni ezt a lehetőséget megteremti. Zárásképpen én arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy fogadják el hozzászólásunknak azon elemeit, amelyek arra vonatkoznak, hogy legalább ekkora figyelem forduljon a tömegsportra, ott is teremtődjön meg az a lehetőség, hogy ilyen vagy hasonló kedvezményben részesüljenek, mert nem lesz meg az összekötő kapocs a versenysport és az utánpótlás között, amire óhatatlanul szükség van. Éppen ezért próbálják meg kiterjeszteni azt a kört is, hogy nem csak az élmény látványsportokra, hanem az olimpiai sportágakra is terjedjen ki ez a módosítási javaslat. És azt gondolom, hogy a bizottsági jóváhagyástól függően és függetlenül gondolják át egyszer, hogy teljes egészében az adó- és költségvetési politikával összhangban a sport támogatási rendszerét, amely a törvényjavaslat szerinti céljait tekintve
nem kifogásolható, hogy legyen átlátható, világos, ne lehessen visszaélni vele. Én kívánom azt, hogy a módos